Husek Dezső vagy, ahogy tisztelői hívták, Rudi bácsi 100 esztendős lenne. Aki ismerte, azt mondja róla, kiváló zenetanár, és ennél talán még kiválóbb zongorista is volt. Amíg csak tudott, koncertezett, példát adva a muzsikával szakmaszerűen foglalkozók számára. Ha ő nincs, ma a Liszt Ferenc zeneiskola sem olyan, mint amilyenné vált. Rudi bácsinak, Husek Rezsőnek, ugye Rudi bácsinak hívtuk, élete volt a zene. És ez megnyilvánult az ő egész munkásságában, a Szekszárdi Zeneiskolának az alapításában, a kollégákkal való kapcsolatában, amikor a tanítványainak adta át azt a sok-sok tudást abban is, és végül, de nem utolsó sorban, ugye a zenei játékában, a művészi tevékenységében. Ő mindig nagy alázattal, összpontosítással, odafigyeléssel ült le a hangszeréhez, még akkor is, amikor élete utolsó éveiben már a betegsége elhatalmasodott rajta, és akadályozta őt a művészi megnyilvánulásában. És én úgy gondolom, hogy mindmáig egy példakép nekünk zenetanároknak, a zeneoktatásnak és Szekszárd város zenei életének. Az emberekkel való bánás vezetőként, én ezt tudom mondani, és az az érzékenység, amivel a közönsége fele fordult minden egyes alkalommal, amikor ő a pódiumra ült. Igazgató is volt, előadó művész is, és azt mondom, talán fordítva is igaz, sőt, hozzáteszem még azt, hogy pedagógus. Tehát ő benne minden megvolt ahhoz, hogy egy olyan teljes életet, zenei életet éljen, amibe belefért az, hogy ő tanít, az, hogy ő vezető, és az, hogy ő egy zongoraművész. Nem sokat, de pár évet nekem is volt szerencsém együtt dolgozni vele, és még tanultunk is tőle. Fiatalként, fiatal zenészként, művészként, pedagógusként sokat tanultam én is tőle. Az ünnepség alkalmával, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ rendezett, civil kezdeményezésre Baki Péter festőművész elkészítette Husek Rezső portréját. A kép egyszer már elkészült, és a Díszpolgárok képcsarnokának része. Baki Péter azt mondta, számára emberi kapcsolatuk emlékeként megtiszteltetés volt újra vászonra vinni a muzsikus képmását. Én is azok közé tartoztam, aki szólította a Rudi bácsnak. Lányi Péter barátom mutatott be még a 80-as évek elején. És Szekszárdra kerülvén Rudi bácsi kikerülhetetlen volt. Kikerülhetetlen volt, úgy hozzátartozott Szekszárdhoz, mint a Babitsi templom. Egész egyszerűen egy fantasztikus jelenség volt, és amikor a művészetek házába kerültem, a művészetek házat vezettem, akkor hát nem volt egyszerű megbirkózni az a terjedek ötlettel, amivel Rudi bácsi előállt, és hát nagy tisztelettel vettük mindig az éves koncertjeit, az utolsó pillanatig koncertet. A város zenei élete elképzelhetetlen a zeneiskola nélkül. Mikor engem megbíztak a Szekszárdi Zeneiskola szervezésével, gondolom ezt azért tették, mert Szabolcsi Bence, Molnár Antal, Weiner Leo növendéke voltam, és valamilyen korszerű zenei tájékozottság birtokában voltam. 55 decemberében alakult meg hivatalosan a zeneiskola, és mindig az volt az elképzelésem, hogy egy intézet vezetése nem az íróasztal mellett történik, nem csak kimutatásokat, jelentéseket, munkaterveket és beszámolókat kell készíteni, hanem az az egyik feladatunk, egy közművelődési célkitűzés, hogy szervezzük a város zene életét.
Számomra azért emlékezetes ez a 30 év előtti kezdet, mert hosszú szünet után én voltam az első, aki önálló zongoraestet adott. Így emlékezett annak idején Husek Rezső a zeneiskola indítására. Több tanítványa számára meghatározó az emlék vele kapcsolatban. Ilyen Farkas Katalin hegedűművész is, aki jelenleg a Debreceni Egyetemen tanít, de Szekszárdon tanulta a muzsika alapjait. Amikor én zeneiskolás voltam, akkor Rudi bácsinak néhány koncertjét hallottam, ő engem nem tanított, ő akkor igazgató volt, úgyhogy a koncertjei maradtak meg bennem mélyen, mert szóval az a zeneiség, ahogyan ő zongorázott, az nagyon-nagyon maradandó volt. Én akkor még kislány voltam, nagyon fiatal voltam, úgyhogy csak ezek az emlékképek élnek bennem, hogy egy-egy koncerten Rudi bácsi teljesen önfeledten játszott, fantasztikus muzikalitás volt benne, úgyhogy érdekes, hogy ilyen nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem az ő zeneisége.